Ahhoz, hogy teljes életet éljünk, nem csak fizikai, hanem spirituális egészségre is szükségünk van. A Nyitott Egyetemben dr. Udvardi György Pécsi megyéspüspök foglalja össze ezzel kapcsolatos gondolatait. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm minden kedves megjelent vendéget. Nagyon megtisztelő a meghívás. Miért választottam ezt a címet? És elég nagy szabadságot adott nekem ember spirituális egészség. Mert meggyőződésem, hogy a spiritualitással foglalkozni az szükséges, megkerülhetetlen, és természetesen én most itt ebben az előadásban katolikus püspökként teszem ezt meg. Spiritualitásról beszélni azt gondolom, hogy aktuális, nagyon népszerű is, ugyanakkor megfoghatatlan akkor is igaz ez, amikor a tételes vallásokhoz való tartozás, mintha csökkenni látszana, legalábbis ennek a, a megnyilvánulási formái. aztán az is látszik, hogy egyre inkább növekszik bennünk emberekben a lelki igény, egyfajta életvezetésre, egyfajta életvezetési modell kialakítására. aztán a lelki, igény növekedésével együtt tapasztaljuk azt is, hogy egyfajta sajátos egyéni útnak a kialakítása is egyre intenzívebb. Egyre inkább meggyőződésem az, hogy mai kultúránkban néhány alapvető kérdés nyer megfogalmazást, és ez az alapvető kérdés irányít aztán mindennapjainkban, tevékenységünkben, kapcsolatainkban, társadalmunkban is. És ezek közé az alapvető kérdések közé tartozik az a kérdés, hogy ki maga az ember. Kiről beszélünk? Ki vagyok én? Olyan egységes vagy átfogó válasz arra, hogy ki is az ember, nem nagyon áll rendelkezésünkre. Ez is egyfajta töredezettséget eredményez. Mindannyiunk számára a legnagyobb kérdés ez: ki az ember? Erre a kérdésre nagyon sokféle típusú választ lehet adni. Ugye a, a horizontális megközelítés, ami valamilyen elemét, valamilyen tulajdonságát, esetleg valami hasznosságot emel ki vele kapcsolatban, rögtön kiemelkedik ennek a válasznak, és ebből következően magának az embernek a törékenysége, töredettsége, illetve az, hogy valahogyan kiesett az egészből csak egy rész, már nem tudom mi az egész, egy részt látok belőle. Aztán természetesen vannak olyan válaszok, amelyek próbálnak valami abszolútum felé tekinteni, és ebben aztán óriási a, a skála, nagyon sokféle elgondolás létezik az abszolútumról, Istenről, vele kapcsolatban, hogyan lehet kapcsolatba kerülni. És természetesen a harmadik típusú ilyen válasz arra, hogy ki az ember a... A vallásoknak a válaszai. Sok-sok probléma merül fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A legnagyobb probléma talán az, hogy amikor az ember azt kérdezi, hogy ki az ember, akkor tulajdonképpen önmaga felül kérdez. Önmagára kérdez rá. És nem is jut túl önmagánál. És döbbenetes tapasztalat az, hogy az ember képes önmagát értelmezni képes önmaga létére rákérdezni. A görög mitológiáknak az alapvető kérdése a honnan, hová és miért. Honnan az élet, hová tart, és miért ez az egész. Amikor azt kérdezem ki az ember, vagy egészen személyesen ki vagyok én, akkor ugyanez az ősi tapasztalat fogalmazódik meg mindannyiunkban, honnan, hová és miért. Tehát amikor az emberre gondolok, Alapvetően ez az alaptapasztalat is kiemelkedik. A célszerűség, az értelem és az elnemúlásnak a, a vágya. Ki vagyok én valójában? Ugyancsak alapvető tapasztalata mindannyiunknak, hogy az ember a képességeivel és a vágyaival kilóg ezen világ kereteiből. Túlmutat gondolatunk az intellektuális képességre. Gondolhatunk az érzelmeinkre. Érzelmeinkre nem gondolunk úgy, hogy azok végérvényesen elmúlnak és a semmibe hullanak. Gondoljunk a, a, a legfőbb, legnagyobb élményünkre, érzelmünkre, ha egyáltalán szabad ezt így nevezni, a szeretetre. Nem gondoljuk, hogy az fölösleges. Nem gondoljuk, hogy ez elmúlik. Túlmutat az ember a képességeivel, pusztán azáltal, hogy rádöbbenek arra, hogy személy vagyok, és csak a személy tud betölteni, csak a személy tud elég lenni számomra, ő magában ez a tapasztalat is túlvíz bennünket ezen világ keretein. És ez a tapasztalat, hogy túlmutatunk önmagunkon, de túlmutatunk ezen világ keretein, az időn, a téren, az elmúláson, valahogyan az embert a misztérium megtapasztalásának a küszöbéig viszi el. Vagyis fölfedezem azt, hogy az élet az olyan titok, amit egyszerre birtoklok, de nem az enyém. Részese vagyok, teljesen, és mégis rajtam kívül is van. Az ember rádőben arra, hogy ez a misztérium, amit létnek nevezünk, és minden, ami ezzel együtt jár, a vágyaink, az ismeretünk, a küzdelmeink, a szenvedéseink, ez fölött áll a mi emberi létünknek. És a misztériumnak a megtapasztalása szinte alap élményünké teszi azt, hogy kapcsolatba akarok vele kerülni. Valahogyan keresem a kapcsolatot a titokkal, a létnek a titkával, a létnek a mélyével, a létnek a teljességével. Keresem a misztériummal a kapcsolatot az időben, hogy átlépjek az idő korlátain keretein. És egy-egy ilyen szép emberi tapasztalat, élmény, egy szeretett kapcsolat, egy baráti gesztus, egy áldozat, amit hozok azokért, akiket szeretek, azok megadják ezt a tapasztalatot. Túllépek az idő a tér keretein, az elmúlásnak a keretein, pontosan megtapasztalhatom, ennek a létnek a misztérium jellegét, ami nem pusztán titok, bár titokzatos. A misztérium hordozza magában a titok jelleget, tehát kell kutatni, keresni, de alapvetően kapcsolat, és a kapcsolat az sosem ér véget. És éppen ezért az embernek alaptapasztalata kapcsolatba kerül a misztériummal ami micsoda? A létezés, az ismeret és a szeretetnek a kapcsolata. És természetesen ebben az alaptapasztalatban, ami a misztériumnak a megtapasztalása, benne rejlik az is, hogy megtapasztalom benne az igazat. Hiszen miért vágyakozunk annyira az igazság után? És miért fáj, ha valami igazságtalanság történt, akár velünk, vagy mi okoztuk másnak? Ezzel együtt jár a jónak a tapasztalata. Miért tudjuk azt, hogy jó jónak lenni, jobb jónak lenni, mint rossznak? És akarunk jónak lenni. Még akkor is, ha nem mindig sikerül. Akkor is, ha nem mindig ugyanazt értjük a jóságon. Vagy ugyanígy a szépnek a megtapasztalása. A szép bennünket is formál, alakít. És ezzel együtt jár a szentnek a megtapasztalása is. Amiben benne van a tisztaság, az el Vagy valahogyan az újjászületésnek a tapasztalata. Tehát az ember alapvetően tapasztalja létet, benne az ismeret sejlik föl, rádöbben a szeretetre, és benne fölismeri az igazat, a jót, a szépet és a szentet. És ezek után már csak az a kérdés, hogy akkor ezek az élmények, milyen rendező el alapján válnak tapasztalattá, olyan tapasztalattá, ami az ember életét formája is alakítja. Mi lesz a rendező elv? És itt emelkedik ki a spiritualitásnak a, a jelentősége. És természetesen az is kiemelkedik ebben a tapasztalatban, hogy a misztériummal, a léttel, az ismerettel, a széppel, a szeretettel való találkozás, vagy a szentel való találkozás személyes választ kíván. Ezt pontosan tudjuk. Ugyanis ennek a tapasztalatnak, a lét megtapasztalásának megszólító jellege van. Abszolút személyes meggyőződést kíván. Embert formáló lesz a válaszom, és értéket kialakító lesz a válaszom. Még akkor is, hogyha ez a válasz a szív legmeseiben születik meg, sokszor mások számára is nehezen értelmezhető módon. Válaszolnunk kell, mégpedig olyan választ kell adnunk, amely az élet minden helyzetében válasz. Nem csak azokban a helyzetekben, amelyeket én könnyedén tudok kezelni. Nem csak azokban a helyzetekben, ahol otthonosan mozgok. És nem csak részterületekben igaz, hanem az élet minden területére. Születéstől a halálig, boldogságtól a kereszthordozásig, mindenhol igaz. És itt jutunk el ahhoz a kérdéskörhöz, hogy tulajdonképpen a spiritualitás, és a spirituális megfontolásból adott válaszom hogyan befolyásolja a létemet, a mindennapi cselekvésemet? Szeretnék négy területet érinteni. Az első az alapvető vágyaink és alapvető igények, amelyek mindannyiunkban ott vannak. Mi a válaszom a misztériumra, az élet megtapasztalására? Valószínűleg abból következően adom meg a választ, az alapvető vágyaimra, alapvető igényeimre. Melyek ezek? Mindannyiunkban alapvető vágy és igény, hogy tudjak szeretni és szeretve legyek. Tehát szeretni tudjak és szeretve legyek. És mind a kettőre szükségünk van. Másik ilyen nagy alapkérdésünk, vágyunk, igényünk az igazságra vonatkozó vágy és igény. Szeretném megismerni az igazságot. Szeretném megismerni intellektuális módon, Szeretném egész lényemre vonatkozóan, de ugyanennyire fontos, vagy még fontosabb, hogy ez az igazság, amit keresek, ez egzisztenciális igazság legyen, vagyis azt kérdezem, hogy hol van a létemnek az igazsága, hiteles -e az életem. A harmadik ilyen nagy terület, ez pedig a, a szabadságra és az elköteleződésre vonatkozó vágy és igény. Szeretnénk szabadok lenni, óriási érték a szabadság. Ez lendít, indít bennünket sok cselekvésnek a megtételére. Azonban a szabadságomat nem követi elköteleződés, tehát nem teszem oda egy személy mellé, egy ügy mellé, egy érték mellé az életemet, akkor a szabadság elillan. Nem sokat ér. Mint ahogy az sem, ha valaki csak az elköteleződést éli meg, onnan pedig megszökik az öröm, megszökik a boldogság ha nem marad meg a szabadság. Ugyancsak a misztériummal való találkozásból következő válaszomhoz tartozik az is, hogy vágyom-e arra, hogy egyszerre akarja megismerni a háromszor szent Istent, aki távol van tőlem, és kell az embernek, hogy az Isten távol legyen. Kell az az embernek, hogy Istenre, mint távoli tekintére tudjon tekinteni, mert ez ébreszti föl mindannyiunkban a tekintét és a bizalmat, és ugyanúgy ezzel együtt harmonikusan szükség van arra, hogy legyen módunk találkozni, legyen tapasztalatunk a teljesen közel, a hozzánk érkező Istenről, aki jön az ember után, aki a barát, aki a melegséget hozza számunkra, ezt tanítja meg nekünk, illetve az osztozást. Istenből mindkettőre szükségünk van. Mint ahogyan a végső célra való irányulás is egy alapvető döntés és egy alapvető érték, régi mondás, tedd, amit teszel, és nézd a dolgok végét. Mi van a végén? Ez határozza meg a cselekvésemet. A misztériummal való találkozásban hogyan fogalmazom meg az élet végső kérdésére adott válaszomat? És természetesen negyedikként mindenképpen szükséges szemlélnünk és választ is adnunk a bűn és a halál kérdésére. Például mit mondok a bűnről? Fájdalmas tapasztalat, szeretném elkerülni, és ott van az életemben. Fogatkozom, elmegy gyónni, feloldozást kopok, és újból. Iszonyatos tapasztalat. Tehát szembesülni a bűnnel, szembesülni a, a, az elesettséggel, a gyengeséggel, és így megadni a választ az élet végső kérdéseire. Néhány lényeg elemét szeretném most már a gyakorlatra irányulóan kiemelni a spirituális, mondjuk így, utunknak. Szükségesnek tartom, időről időre, szinte mindig és visszatérően elemezni magamban és tisztázni magamban, milyen Isten képél bennem. Ugyanígy állandóan egy, egy megújuló, folyamatos választ kíván, milyen ember képél önmagamban. Milyenek a vágyaim, hogyan fogadom el saját törékenységemet, hogyan fogadom el saját végességemet, Hogyan tekintek egyáltalán az emberre? Aztán ugyancsak ehhez a területhez kapcsolódik az önkép és az önértékelésnek a, az állandó karbantartása. Hogyan tekintek önmagamra? És ehhez tenném még negyedikként, hogyan tekintek a közösségre, a társadalomra? Mi az számomra? Nagyon-nagyon nyomás mindannyiunkon, hogy egy elviselendő rossznak tekintsük. Szeretnék utalni arra is, hogy a spiritualitásnak lényegi elemei között fontosnak tartom megjelölni azt, hogy a, az életnek a realitását akarja megismerni. Nagyon könnyű egy virtuális világban, menekül, nem csak a számítógép világa ez, hanem ki tudunk alakítani magunknak is ilyen világot. Az életnek van egy realitása, az életnek van egy normalitása. Meggyőződésem, hogy mai európai kultúrában, társadalomban sok kérdést nem is lehetne föltenni, ha elhinnénk, hogy az életnek van egy realitása. Van egy konkrét valósága amitől nem tudok eltekinteni. Például attól, hogy tetteimnek vannak következményei. Ehhez a realitáshoz tartozik az életnek a szeretete, mégpedig, mint egy fejlődő folyamat. Állandóan nem lehet egyszer megszeretni az életet. Mint ahogy az élet realitásához tartozik az is, hogy az életet birtoklom, mégpedig ajándékként kaptam. Ugyancsak fontos válasz az, amit az életnek a terheire, kérdéseire adunk válaszként. A misztériummal való találkozásból. A kereszt, mint a mindennapoknak a távlata jelenik meg az embernek az életében. Bármennyire is korlátként éljük meg, a keresztnek az elfogadása, a szenvedés, a esetleg megaláztatás, másokért való türelmes áldozatviselés, ez egyszerűen a mindennapoknak a távlatait nyitja meg, mégpedig végtelen léptékűvé téve azt. Rányít a jövőre. Amikor a, a spirituális egészségről gondolkodunk, fontos hangsúlyozni a jövőnek a szükségességét. Lássak jövőt magam előtt. Mégpedig a mindennapok szürke ritmusának a következményeként. Nem azon kívül, hanem teszem a feladatomat. És azt gondolom, hogy a spiritualitásnak egy alapeleme, hogy szükséges egyfajta bátorság az élethez. Szükséges, megkerülhetetlen. Nem lehet elbújni az élet elől. Szeretném még kiemelni a folytonos fejlődésre való készséget, mind intellektuális, mind morális szinten, mind pedig a személyes kapcsolatoknak a, a szintjén is. Meggyőződésem és tapasztalatom, és ez szeretném megosztani is. Számomra ezt az alapvető rendező elvet. Jézus Krisztusnak az ismerete adja meg. Ő a rendező elv, mind az Isten megtapasztalásában, mind az ember méltóságának a megtapasztalásában, mind pedig az emberi lét törékenységének a megélésében is. Tőle azt tanultam, hogy az élet nagy ajándékát lehet jól megismerni, lehet bármilyen szituációban boldogan megnyugvással élni, és az is egy alaptapasztalat a misztériummal való találkozásban, és Jézus Krisztus tárta ezt föl előttem, hogy az Isten kezdeményezi a párbeszédet az emberrel. Nem egyoldalú ez a tevékenység. Nem a magunk oldalánról történik csak egyfajta keresés. Nem Isten teszi ezt. Ez olyan, mint amikor a szülő játszik a gyermekével bújócskát, hogy ennek a játéknak mindig az a vége, törvényszerűen, hogy a gyermeknek meg kell találni a szülőt. Erre megy ki a játék. És ha ez nem így lenne, akkor a szülő valamilyen módon jelzi a gyermek számára, egy hanggal, bármivel, nem arra vagyok, erre vagyok. És aztán megtalálja a gyermek a szülőt, és nagy a boldogság, mert anya-apa megtaláltalak téged. És persze aztán mindenki örül, és föl lehet tenni a kérdést, hogy ki talált meg kit. És miközben mi emberek a saját létünket szemléljük, és keressük, hogy mi is ennek a létnek a, az igazi jelentése, mi az értelme, a célja, mi a gazdagsága, és keressük az értelmet, jó tudni és tapasztalni azt, hogy az Isten keres bennünket. Az abszolút lét keresi az övéit, akik részesedtek az ő létezéséből. És ez az, ami számunkra, Reményt és örömet ad. Reményt, ami a túlpartnak a reménysége. A remény ilyen. A biztos pont már oda át van, az abszolút létben, az Istenben, akit megismerhetünk, aki föltárja önmagát. Reményünk abban van, hogy van gyógyulás, hogy ami eltűntnek látszik, ami széttört, az teljes egészet ad ki hogy egész lesz ismét mindaz, ami törékeny volt. Munkatársaimmal sokszor beszélgetünk arról, hogy ki valójában mondjuk egy, egy jó közgazdász, egy jó orvos, egy jó pap, egy jó mérnök. Miért? És mindig-mindig odalukadunk ki, azon túl természetesen, hogy, hogy a szakmáját kiválóan tudja, hogy ő jó ember. Tehát a jó emberség szükséges ahhoz, hogy amit megismertünk a világból, amit beépítettünk saját életünkbe, azt, azt jól tudjuk megélni. Jézus Krisztus megtestesülésével arca van a szeretetnek. Arca lesz a szeretetnek. Nem elvont fogalom, nem elvont valóság, hanem, hanem konkrét, megtapasztalható, kézzelfogható, és az Istennek a keresése benne, emberkeresése benne jelenvalóvá válik. Hát kívánom ennek az örömnek a tapasztalatát mindenki számára, és nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Köszönöm.